A Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a legtöbb esetben bankkártyával is lehet fizetni. Ehhez az ügyfélszolgálatokon terminálok, leolvasók állnak rendelkezésre. Emellett a hatóság internetes felületein is van lehetőség ilyen fizetési módra. A természetes személyi adózók, vagyis a magánszemélyek szinte minden fizetési kötelezettségüket rendezhetik ilyen formában. A cégek és egyéni vállalkozók esetében pedig bizonyos fizetési tételeket lehet bankkártyával is fizetni. Ilyen például az eljárási illeték, egyszerűsített foglalkoztatásnál például a közteher. Tehát ezekben az esetekben oda kell erre figyelni, hogy a cég jogosult-e bankkártyával fizetni. Például, hogyha egy egyéni vállalkozó vagy pedig egy cég árverésen vesz részt, akkor az árverési előleget és az árverési vételárat is akár bankkártyával tudja teljesíteni. Fontos, hogy a bankkártyás fizetéskor csak annak tulajdonosa fizethet, más személy nem használhatja azt. Az ezzel járó költségeket pedig az állam viseli. Szinte minden ügyfélszolgálaton lehetőséget biztosítanak a NAV munkatársai a kártyás fizetésre. A központi ügyfélszolgálatokon és a kirendeltségeken lehet bankkártyával fizetni, illetve a kormányablakban működő ügyfélszolgálati helyeken is lehet ilyen formában teljesíteni a kötelezettséget. A NAV valamennyi ismert kibocsátó bankkártya típusát elfogadja. További kérdéseiket telefonon és személyesen is feltehetik az adózók. Az adóhivatal munkatársai ebben a témában is nyújtanak segítséget.